Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az exponenciális egyenletekről tanulunk. Maradjunk továbbra is a harmadik típusnál. Ahogyan már előző leckékben láthattuk, ehhez a típushoz olyan feladatok tartoznak, melyeknél helyettesítés után másodfokú egyenletet oldunk meg. Nézzük, mi minden meglepetést tartogat számunkra a második feladatlapunk. Oldjuk meg tehát akkor a következő egyenleteket. Amivel kezdünk, az így szól: 3 az x-en mínusz 4 plusz 3 szor 3 a mínusz x-en egyenlő 0. Hát így első ránézésre nem találjuk meg a másodfokú tagot, ellenben ami számunkra ismeretlen, mint exponenciális kifejezés, 3 az x-en, illetve 3 a mínusz x-en. Ha 3 az x-ediket helyettesítjük t-ként, akkor 3 a mínusz x-ediken, az valójában t a mínusz egyediken. Vagy, ha szeretnénk már törtként fölírni, akár lehet 1 per t is. Helyettesítsünk akkor vissza. 3 az x en láthatjuk, hogy ez lesz tehát a t. Majd mínusz 4, plusz 3-szor, és most 3 a mínusz x en ez lesz tehát 1 per t. És ez egyenlő kell, hogy legyen nullával. És vehetjük, hogy az ismeretlenünk a nevezőben szerepel. Annak érdekében, hogy megszabaduljunk ettől a törttől, illetve a nevezőtől, az egyenlet minden egyes tagját szorozzuk be t-vel. Így akkor t szorozva t-vel adja a t négyzetet, íme megjelent a másodfokú tag, majd mínusz négyet, ha szorzom t-vel, ez lesz tehát a mínusz négy t. S a következő lépésben a tét és a tét, hogyha leegyszerűsítem, marad csak akkor plusz 3. Míg a jobb oldalon 0 szorozva tével továbbra is marad 0. Ime megkaptuk tehát a másodfokú egyenletet, a folytatásban ezt kell megoldanunk. Szükségünk lesz az együtthatókra. A t négyzetet szorozza az 1, ez lesz tehát az a-nak az értéke. A tét szorozza a mínusz 4, ez lesz a b a szabadtak pedig a 3, ez pedig a C. Legtöbb esetben a másodfokú egyenletet megoldó segítségével számoljuk. Ellenben most egy nagyon egyszerű egyenletünk van, főleg abból kiindulva, hogy a T négyzetet egy szorozza, tehát az annak az értéke 1, Próbálkozzunk akkor a segítségével. A szabály kimondja, hogy a gyököknek az összege az b per a, mivel az a-nak az értéke 1, így akkor csak a mínusz b-t veszem, mínusz mínusz 4, ez lesz a plusz 4. A másik szabály azt mondja, hogy a két gyöknek a szorzata c per a. Csak a c-t veszem figyelembe, hiszen az a-nak az értéke 1, ez lesz tehát 3 per 1, vagyis 3. Leegyszerűsítve tehát keresek két olyan számot, melyet ha összeszorzok, 3-at kapok, ha összeadom őket, akkor pedig az összegük 4 lesz. Hát ez nagyon egyszerű lesz, abból kiindulva, hogy két számot csak úgy szorozhatok össze, hogyha hármat és egyet veszek, összegük pedig természetesen ez négy, így akkor az egyik megoldásunk helyettesített értékre a plusz egy, a másik pedig a plusz három. Egyszer három az három, egy plusz három pedig négy. És ha már kiszámítottuk a T1-T2 változó értékeit, helyettesítsünk vissza. Abból indultunk a helyettesítéssel, hogy 3 az x ediken egyenlő t. Vegyük először is az első értéket, a plusz egyet. Ahhoz, hogy megoldjam ezt az exponenciális egyenletet, amely ugye az első típushoz tartozik, a jobb oldalon is szükség van egy olyan hatványra, melynek a hatvány alapja 3. Hát ez nagyon egyszerű lesz, hiszen 3 a 0 az adja az egyet. És akkor innentől kezdve már ismerős lépések következnek. Az exponenciális függvény szigorú monotonitásának köszönhetően leegyszerűsíthetjük az alapokat, és csak a kitevőket egyenlítjük ki, rögtön le is olvashatjuk az első megoldásunkat, x egyenlő 0. Hasonlóképpen számolunk a másik esetben is, amikor is a tének, tehát a helytesített változónak 3-at kaptunk. 3 az x-ediken egyenlő lesz tehát 3-mal szinte már itt adott is a hármas alapú hatvány, hiszen három az elsőn, az lesz három. Itt is, hogyha megszabadulok az alapoktól, kiegyenlítem a kitevőket, rögtön le tudom olvasni a második megoldásunkat, ez pedig az egy. Természetesen nem maradhat el az ellenőrzés sem. Fogjuk tehát akkor a kapott megoldásokat, és helytesítsük vissza az eredeti egyenletünkbe. Kezdjük akkor először is azzal a megoldással, hogy x egyenlő 0. 3 az x en vagyis 3 a 0-dikon, mínusz 4, plusz 3-szor 3 a mínusz x en Mivel x egyenlő 0, itt is 3 a 0-dikont kapok, és ez 0-át kell, hogy adjon. 3 a 0-dikon az 1, tehát írom, hogy 1, mínusz 4, plusz 3-szor megint 3 a 0-dikon az 1, vagyis az 3, nullát ad -e. Ha összeadom az egyet és a hármat, az 4, 4 mínusz 4 az 0, és igen, 0 egyenlő nullával. Nézzük a másik megoldásunkat, amikor is x egyenlő 1. Újból fogom az eredeti egyenletet, és ide most x helyébe egyet helytesítek. 3 az x ediken, vagyis 3 az elsőn, mínusz 4, plusz 3 szor és most 3 a mínusz x ediként írom, mint 3 a mínusz elsőn, és ez egyelő lesz nullával. Számoljuk ki az adott hatványokat. 3 az elsőn, az 3. Mínusz 4, plusz 3 szor, 3 a mínusz elsőn pedig 1 harmad, és ez egyenlő kellő legyen nullával. Észrevehetjük, hogy a két hármas tudom egyszerűsíteni, így ennek a szorzatnak az értéke 1. Ha most a 3 mínusz 4-et számolom, az lesz a mínusz 1, plusz a már ismert 1, igaz-e, hogy nullát ad? Természetesen igen. Valami hasonlót kell alkalmaznunk a következő feladatunknál is. Igaz, hogy így első ránézésre ez még nem egészen világos számunkra. A feladat így szól. 5 ször, majd x edik gyök 25. Íme tehát az ismeretlenünk, most a gyök kitevő. Mínusz 26, plusz 5, és a hatvány kitevőben is szerepel az x, x-2 per x, és ez egyenlő kell, hogy legyen, mint 0. Hát egy pillanatra álljunk meg ennél a hatványnál. 5 az x-2 per x -ediken. Egy hatványt akkor tudunk fölbontani tényezőjére, hogyha a kitevőben akár összeadás, akár kivonás látható. Hát így elsőre nem látjuk még sem az összeadást, sem a kivonást, de az x-2-nél lévő mínusz az már egy kicsit sejtett bennünket, hogy itt kivonást kell alkalmazni. Éppen ezért a következőt alkalmazom. A közös nevező az x. Ez azt jelenti, hogy az egyik tagnak is, tehát az x-nek is a nevezője x, illetve a kettőnek is a nevezője lesz az x. Éppen ezért ezt fölírhatom különbségként. Az egyik tag tehát x per x, majd jön a mínusz, amire szükségünk van, a másik tagunk pedig 2 per x és ha már itt megjelent a mínusz, ez azt jelenti, hogy a hatvány kitevőben lévő mínusz esetén fölírhatom, mint tényezőknek az osztása. Az egyik tényező lesz tehát 5, az x per x ediken, x per x az egyet ad, tehát 5 az elsőn. A mínusz miatt osztást írok, a másik tényező pedig 5, a 2 per x ediken. Mivel hatványok osztásáról van szó, törtként írom föl. A számlálóba kerül 5 az elsőn, vagy csak egyszerűen 5, míg a nevezőbe kerül 5 a 2 per x ediken Nézzük, mit jelent a 2, és mit jelent az x. Az alapot lemásolom. A kettes, mint számláló, azt jelenti, hogy hatványként jelenik, tehát ez lesz 5 a másodikon. A nevezőben van az x, ez mutatja a gyök kitevőt, ami azt jelenti, hogy x-edik gyök 5 a másodikon és ha megnézzük, x-edik gyök 5 a másodikon, ami valójában ugyanaz, mint x-edik gyök 25, íme ugyanez az exponenciális kifejezés szerepel a feladatunkban is. Helyettesítsük akkor ezt, mint egy t-változó. És ha most visszahelyettesítünk, írjuk akkor 5 szorozva. Az x-edik gyök 25-re írjuk a t-t, majd mínusz 26 plusz, és az előbbi hatványunkat, amit láthattuk, törtként írjuk föl. A számlálóban van az ötös, a nevezőben pedig valójában a helytesített változó, ez lesz tehát a t. És ez egyenlő kell, hogy legyen nullával. Ismerős a helyzet, úgy szintén, mint hogy az első feladatunkban, a változónk, tehát az ismeretlen változónk a nevezőben szerepel. Az egyenlet minden egyes tagját szorozzuk be akkor t-vel t -szer t adja a t négyzetet, ez lesz tehát az 5t négyzet. Majd a mínusz 6-ot most megszorozzuk t-vel. A következő részben a t, -t és a t-t, ha egyszerűsítem, marad csak plusz 5, és az egyenlő lesz nullával. És íme megjelent a másodfokú egyenlet, amit most meg kell, hogy oldjak. Az együtt hatók, t négyzetet szorozza az 5, ez lesz tehát az a, a t, -t szorozza a mínusz 26, ez lesz a b, a szabadtak pedig az 5. Mivel az e a-nak az értéke nem 1, így akkor nem kockáztatok vicc szabályával, hiszen az egy kicsit bonyolultabb, alkalmazom a jól bevált megoldó képletet. b, plusz mínusz gyakorlat b négyzet mínusz 4 négy ac és az egész törve 2 a-val. Helytesítsünk ide be. Kezdjük akkor a számlálóval. A mínusz b, Amivel a B az mínusz 26, annak az ellentétje, tehát plusz 26. Majd jön a plusz mínusz a két megoldás miatt, majd jön a gyök. B a négyzeten. Mivel a B az negatív szám, de tudjuk, hogy négyzetre emeléskor, így is, úgy is a négyzet az pozitív lesz, nyugodtan írhatom rövidítve, csak hogy 26 a négyzeten, hiszen mínusz 26 a négyzeten ugyanannyit adna. Majd folytatom tovább. Mínusz négyszer. Az A-nak az értéke 5, a C-nek az értéke úgy szintén 5. A nevezőben pedig 2 ször A, vagyis 2 ször 5. És akkor most számoljuk a gyök alatti részt. t egy 2 egyenlő lesz. Plusz 26, plusz mínusz. És akkor gyök alatt. 26 a négyzetten, a négyzetszámokat számokat már megtanultuk, tudjuk, az, hogy az 676. Mínusz 4 szer A szor C. 4 x 5 x 5, 5 x 5 az 25, 4 x 25 pedig 100. A nevezőben pedig 2 x a volt, vagyis 2 x 5, az pedig a 10. Akkor nézzük most a következő lépésben a gyök alatti részt. 26-ot továbbra is másolom, plusz-mínusz. 676-100 az 576, ez marad akkor a gyök alatt, a nevezőt úgy szintén csak lemásolom, ez lesz a 10 és a 576 az már ismerős, tudjuk, hogy az 24. Így akkor továbbra is vezetem 26, plusz, mínusz 24, és az egész törve 10-szel. Itt már számolhatunk külön T1-et, illetve T2-t. A T1-nél összeadom a két számot, 26 plusz 24 az 50, és azt elosztom 10-szel, 50-ben a 10 megvan 5-ször. Az egyik megoldásunk, tehát a változónkra 5. A másik esetben a 26-ból most kivonom a 24-et, így kapok 2-t, ez lesz a számláló, a nevező pedig 10. 2-t és 10-et is le tudom egyszerűsíteni, mindkét számot elosztom 2-vel, 2-ben a 2 megvan egyszer, 10-ben pedig 5-szer. Tehát a másodfokú egyenletünk két megoldása 5, illetve 1-ötöd. Ezeket most visszahelyettesítem abból indultunk ki, hogy az x edik gyök 25 egyenlő lesz tével. vel Vegyük először az első helytesített értéket, az 5-öt. A 25-öt fölírom, mint 5 a másodikon, továbbra is marad x edik gyök, és az egyenlő lesz 5-tel. Az x edik gyök 5 a másodikon, ha szeretném fölírni 5-ös alapú hatványként, az 5-ös alap már adott, a hatványnak a kitevője egy tört lesz, melynek a számlálója a 2, a nevezője pedig az X. Míg a jobb oldalon az 5-öt mint öt az elsőn. Az exponenciális függvény szigorú manatintásának köszönhetően, az adott egyenlettel ekvivalens egyenletet írhatok föl, azáltal, hogy az alapoktól megszabadulok, és a kitevőket kiegyenlítem. Ezek szerint 2 per x egyenlő lesz egyel. Meg kell, hogy adjam ezt a nagyon egyszerű kis egyenletet, az x-et úgy számolom ki, hogy a kettőt elosztom egyel, így kapok tehát kettőt. Nézzük most a másik helyettesített értéket, az 1 ötödöt. Tehát x-edik gyök 5 a másodikon, egyenlő lesz 1 egy ötöddel. Írjuk föl mindkét oldalt ötös alapú hatványként. A bal oldalon láthattuk már, ez lesz tehát 5 a 2 per x ediken az 1 ötödöt pedig úgy írom föl 5 alapú hatványként, hogy 5 a mínusz 1 ha itt is megszabadulok az alapoktól, és kiegyenlítem a kitevőket, 2 per x egyenlő lesz mínusz 1 -jel. Ha most kiszámolom a x-nek az értékét, 2-t elosztom mínusz 1 mínusz 2-t kapunk. Ha viszont a mínusz 2-t visszahelytesítem a gyökhöz, mínusz 2 gyök nem létezik. Így akkor ez a megoldásunk nem értelmezett. A feladatunknak tehát egyetlen egy megoldása van, x egyenlő 2, ezzel végezzük el az ellenőrzést. Az eredeti feladatunk tehát így szól: 5-ször, majd most x edik gyök, vagyis második gyök 25, mínusz 26 plusz 5, majd most x-nek behelyettesítek 2-t, 2 kettő 2, és az egész törve 2-vel, és ez egyenlő kell, hogy legyen nullával ha most számolom a kapott hatványokat, illetve gyököket, 5-ször, négyzetgyök 25, az lesz az 5, mínusz 26, plusz, és ha most nézzük a furcsa hatványunkat, 2 mínusz 2 az 0, 0 per 2 az úgy szintén 0, 5 a nulladikon pedig 1. És kérdés, hogy ez, ez az összeg ad-e nullát. 5 5 az 25, plusz 1 az 26, 26 mínusz 26, tényleg nullát ad. Rövid kis szusszantás után nézzük harmadik feladatunkat. x edik gyök 10 a harmadikon. Plusz 10 szert négyzet gyök 10, törve x edik gyök 10 a harmadikon. Mínusz 10, mínusz négyzet gyök 10, egyenlő 0. Amint láthatjuk, hasonlóképpen, mint az előző feladatnál, az ismeretlenünk most a gyök kitevő. Úgy gondolom, hogy gyorsan rájövünk, hogy mit is kell helyettesíteni. Igen, az ismeretlen exponenciális kifejezés, x edik gyök 10 a harmadikon. Legyen akkor ez egy t. Helyettesítsünk akkor vissza. x edik gyök alatt 10 a harmadikon, ez lesz tehát a t, plusz, majd a törtnek a számlálója 10 szer gyök 10, a nevező pedig az ismeretlen t. A feladat többi részét csak lemásolom, mínusz 10, mínusz gyök 10, egyenlő nullával. És íme újból a nevezőben ismeretlen változónk van, annak érdekében, hogy ettől megszabaduljunk, minden egyes tagot szorozzunk be t-vel. Kezdem akkor a szorzást. t szorozva t-vel az t négyzet. A következő tagnál majd a t és a t leegyszerűsül, tehát ez lesz a szabad tag, így akkor most egy kicsit megcserélem a sorrendet. A mínusz 10 mínusz gyök szorzom t-vel, mégpedig úgy, hogy kiemelem a mínuszt, így akkor marad zárójelben 10 plusz gyök 10, ezt kell tehát szorozni t-vel, és a szabad tagunk, ahogyan már mondtam, miután a t leegyszerűsül, plusz 10 szer gyök 10, és ez egyenlő nullával. Itt tehát adott a másodfokú egyenlet. Írjuk is ki akkor az együtthatókat a t négyzetet szorozza az 1. A t, t szorozza a mínusz zárójelben 10 plusz gyök 10, ha most nem szeretném zárójellel írni, visszakerül az eredeti érték, mínusz 10, mínusz gyök 10. A szabad tag pedig 10 szorozva gyök 10 -zel. Mivel az alnak az értéke 1, érdemes akkor a másodfokú egyenletet vicc szabálya segítségével megoldani a gyököknek az összege, mínusz b per a, vagyis elegendő csak a mínusz b-t venni, ez lesz tehát az előjeleket megváltoztatva, 10 plusz gyök 10. A két megoldásunknak a szorzata pedig, mivel c per a, úgy szintén az a-nak az értéke 1, nagyon röviden csak 10 x 4 -szer gyök 10. Keresek tehát két olyan számot, melyet ha összeszorzunk, 10 szer gyök 10-et kapunk, ha összeadunk, akkor pedig 10 plusz gyök 10-et kapunk hát szinte már itt van előttünk a megoldás. Az egyik ilyen szám az a 10, a másik pedig a gyök 10. Szorzatok 10 x gyök 10, összegük pedig 10 plusz gyök 10. Helytesítsünk akkor vissza. Ha megnézzük az eredeti feladatunkat, azt mondtuk, hogy az x edik gyök 10 a harmadikont helytesítjük egy t-vel. Nézzük akkor először is az első megoldásunkat, a 10 a bal oldalon természetesen érdemes mindjárt tízes alapú hatványként fölírni. Így lesz akkor az alap az 10, a hatvány kitevő pedig a számlálóba kerül a 3-as, a nevezőbe pedig az x, vagyis 3 per x. És ezt helytesítjük 10-zel, 10-es alapú hatványként 10 az első. Az exponenciális függvény szigorú monotonitásának köszönhetően az alapoktól megszabadulok, és csak a kitevőket egyenlítem ki, vagyis 3 per x egyenlő lesz egyel. Innen az x-et úgy számolom ki, hogy a 3-at elosztom 1 egyel, és megkaptuk, hogy az egyik megoldásunk az 3. Hasonlóképpen számolok a másik esetben is, most a helytesítésre gyök tizet veszek. A bal oldalon ugyanúgy tízes alapú hatványként írom, tehát 10 a 3 per x-en. Ami a gyök tizet illeti, a gyök azt tudjuk, hogy 1 kettet 60 kitevőt jelent, tehát ez lesz 10 az 1 ketteden. Hasonlóképpen, mint az előző esetben, megszabadulok az alapoktól, így akkor, ha kiegyenlítem a kitevőket, 3 per x egyenlő lesz 1 egy ketteddel. Innen az x-et úgy kapom meg, hogy a 3-at elosztom az 1 ketteddel. Ha az osztást átalakítom szorzattá, akkor azt jelenti, hogy a 3-at most megszorzom, egy kettednek a reciprok értéke a 2 per 1. Vagyis x egyenlő 3 x 2 az 6. Adott feladatunknak tehát két megoldása is van, ellenőrizzük le mind a kettőt. Emlékeztetőül az eredeti feladatba x helyett helytesítünk egyszer 3-at, egyszer pedig 6-ot. Kezdjük akkor el az első megoldással a 3-mal x gyök 10 a harmadikon, vagyis harmadik gyök 10 a harmadikon. Plusz, majd most jön a tört, a számláló 10 szer gyök 10, a nevezőbe ugyanúgy, mint ahogy az előtt, harmadik gyök 10 a harmadikon kerül. Mínusz Minus 10, mínusz gyök 10, nullát ad-e. Nézzük, mit jelent a harmadik gyök 10 a harmadikon mivel a gyökkitevőt is és a hatványkitevőt is el tudom osztani mal úgymond le tudom őket egyszerűsíteni, a harmadik gyök 10 a harmadikon, ad csak 10. A törtnél ugyanezt alkalmazom. Harmadik gyök, harmadik hatvány egyszerűsül, majd a megmaradt tizet egyszerűsítem a számlálóban lévő tízzel, így akkor megmarad csak plusz gyök 10. És ha folytatom tovább a feladatot, mínusz 10, mínusz gyök 10, nullát ad -e vegyük észre, hogy a 10 és a mínusz 10 egyszerűsül, hasonlóképpen, mint a plusz gyök 10 és a mínusz gyök 10, és igen, 0 egyenlő nullával. Ellenőrizzük le a másik megoldásunkat, ahol is azt kaptuk, hogy x egyenlő 6. Az eredeti egyenletben most tehát x helybe 6-ot helytesítek. Vagyis 6. gyök 10 a harmadikon. Plusz, majd jön a tört, a számláló az 10 szer gyök 10, a nevező ugyanúgy, mint ahogy előtt, 6. gyök 10 a harmadikon, és folytatom tovább, mínusz 10, mínusz gyök 10 egyenlően 0 Nézzük most, mit jelent 6. gyök 10 a 3-on. Gyök kitevőt is, és hatvány kitevőt is el tudom osztani 3-mal. 6 osztva 3-mal az 2, ez azt jelenti, hogy gyök 10-et kapunk. Plusz a törtnél ugyanezt alkalmazom a nevezőben, marad tehát gyök 10, és a nevezőben lévő gyök 10 és a számlálóban lévő gyök 10, miután leegyszerűsítem, megmarad most a 10. Folytatom tovább, mínusz 10, mínusz gyök 10, egyelő nullával. Ugyanúgy egyszerűsítek, mint az első megoldásnál. A plusz gyök 10 és a mínusz gyök 10 egyszerűsül, a plusz 10 és a mínusz 10 is egyszerűsül, és igen, nulla egyelő nullával és így érkeztünk el feladatlapunk utolsó feladatához. Így szól. Harmadik gyök, x szedik gyök, 9. Tehát egy olyan gyök, melyben a gyök kitevőben szerepel az ismeretlen. Mínusz, majd megint harmadik gyök x, ez a gyök kitevő, gyök 81, plusz 6, egyenlő 0. Első lépésként helytesítsük a harmadik gyök x-et. Legyen ez egy t-változó és akkor az eredeti feladatunk visszahelytesítve, gyök 9, a gyök kitevő pedig t, tehát t edik gyök 9, majd mínusz, a gyök 81-nél is a gyök kitevő t lesz, tehát t edik gyök 81, plusz 6, egyenlő nullával. Két exponenciális kifejezés szerepel a feladatban. Az egyik a t edik gyök 9, a másik pedig t edik gyök 81. Ha a gyök 9-et, fölírjuk mint 9, az 1 per t legyen ez egy m változó, akkor a tiédig gyök 81-et fölírhatom úgy, mint 9 a másodikon, a 81 az 9 a másodikon, az 1 per tén. Ha most megcserélem a 60 kitevőket, vagyis 9 az 1 per és ez lesz a másodikon, akkor láthatjuk, hogy 9 az 1 per t, az lesz az m, Mindez a másodikon, pedig az M a másodikon. És íme megjelent az a módszer, amikor is helytesítés után majd másodfokú egyenletét kapunk. Helyettesítsünk vissza. t gyök 9, ez lesz az M-, mínusz. t -edik gyök 81, ez lesz tehát az M négyzet, majd plusz 6, és ez egyenlő nullával. Vegyük észre, hogy az M négyzetünket mínusz egy szorozza. Általában ez a mínusz problémát szokott okozni, érdemes akkor beszorozni az egyenlet minden egyes tagját mínusz egyjel. És akkor ügyelve a sorrendre, kezdem először is az m négyzetes taggal, mínusz m négyzetet, ha szorzok mínusz egyjel, az plusz m négyzet, a plusz m-et, ha szorzom mínusz egyjel, az mínusz m, a plusz hatot ha szorzom mínusz egyjel, az mínusz hat, és az egyenlő nullával. Könnyen fölismerjük az együtthatókat az m négyzetet egyszorozza, az m-et mínusz 1, a szabadtak pedig a mínusz 6. Mivel az m négyzetet egyszorozza, érdemes akkor vicc szabályát alkalmazni. m1 plusz m2 az a mínusz b per a. Az alt nem is kell figyelni, a mínusz b pedig plusz 1. Az m1 m2 pedig c per a, vagyis csak a c-t kell nézni, ez lesz a mínusz 6. Keresünk tehát két olyan számot, melyet ha összeszorzunk, mínusz 6-ot kapunk, ha összeadunk, akkor pedig plusz 1-et. Hát abszolút értékben 6-ot úgy kaphatunk, hogy összeszorozzuk az egyet és a 6-ot, ezekből viszont sajnos nem tudunk 1-est kikombinálni, így akkor marad a másik lehetőség a 3-as és a 2-es. Na de az a kérdés, hogy hol lesz mínusz és hol lesz plusz, hiszen a szorzatuknak negatív előjelű kell, hogy legyen. Mivel az összegük plusz 1, így akkor a nagyobb szám kell, hogy pozitív legyen, ez lesz tehát a hármas, a kisebbik szám pedig a negatív. Plusz 3 mínusz 2 adja mínusz 6-ot, plusz 3, meg mínusz 2 pedig a plusz 1-et. És akkor most helytesítsünk vissza. Abból indultunk ki, hogy a tiédig gyök 9, vagy pedig a 9 az 1 per ez lesz tehát az, vegyük először az egyik megoldást, a 3-at így akkor a 9-et fölírom 3-as alapú hatványként, ez lesz 3 a másodikon, majd ez még az 1 per tén, egyenlő lesz 3-mal. A bal oldalon a hatvány kitevőket összeszorzom, vagyis ez lesz a 2 per t, a hatvány kitevő, a jobb oldalon a 3 pedig fölírom, mint 3 az elsőn. Az exponenciális függvény szigorú monotonitásának köszönhetően, most megszabadulok az alapoktól, és a hatvány kitevőket kiegyenlítem, 2 per T lesz egyel. Innen a t, t úgy számolom, hogy a kettőt elosztom egyel, vagyis a t az értéke kettő lesz. Ez viszont úgy szintén egy helyettesített érték, hiszen abból indultunk ki a feladat elején, hogy a harmadik gyök x legyen egyenlő t-vel. Ahhoz, hogy megszabaduljuk a harmadik gyöktől, így akkor az egyenlet mindkét oldalát harmadik hatványra emelem, vagyis harmadik gyök alatt x az egész a harmadikon, és t helyett most helyettesítem a kettőt, az is a harmadikon. Harmadik gyök és harmadik hatvány egyszerűsül, megkapjuk, hogy x egyenlő, 2 a harmadikon pedig 8. És most visszakanyarodunk a másodfokú egyenlet megoldásaihoz. Az egyik megoldás volt a 3, ebből kaptuk, hogy x egyenlő 8. Nézzük, mi van akkor, hogyha a másik megoldást vesszük figyelembe m egyenlő mínusz 2. Vagyis 9 az 1 per t hatványon egyenlő lesz mínusz 2-vel. A 9-et úgy szintén fölírom, mint 3 alapú hatvány, a 2 per t, ezt már láttuk az előtt, egyenlő lesz mínusz 2 -vel. Egy exponenciális kifejezés lehet-e negatív szám? Tanultuk, hogy nem, hiszen az exponenciális kifejezés mindig pozitív. Sem nulla, sem pedig negatív értéket nem vehet fel, ez azt jelenti, hogy ennek az ágnak nincs valós megoldása. Mivel az egyenletünknek csak egyetlen egy megoldása van, így akkor az ellenőrzésnél ezt ellenőrizzük, hogy x egyenlő 8 esetén visszahelyettesítve tényleg 0 kapunk-e. Kezdem akkor a gyökkel. Gyök 9, ami pedig a gyök kitevőt illeti. Harmadik gyök alatt 8. Majd mínusz jön a gyök 81. A gyökkitevő úgy szintén harmadik gyök 8, majd folytatom tovább másolást, plusz 6 egyenlő nullával. Számolom a gyökkitevőt. Harmadik gyök 8, ez lesz a 2. Tehát négyzetgyök 9, mínusz. Úgy szintén négyzetgyökről van szó, most négyzetgyök 81, plusz 6 ad -e nullát. A négyzetgyök 9 azt tudjuk, hogy 3, mínusz. A négyzetgyök 81 az 9 plusz 6 egyenlő nullával. 3 plusz 6 az egyenlő 9, és 9 mínusz 9 az 0. És igaz egyenlőséget kaptunk a feladat végén, azt jelenti, hogy helyesen számoltunk. És ezzel nem csak feladatunk, hanem feladatlapunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!